Na hát tulajdonképpen akkor most a bevezető után következhet rögtön az első ilyen címszó a tartalomjegyzékben, amely úgy hangzik, hogy tapadj a célra. Ez ennek a kis kézikönyvnek a 11. oldalán van. Hát ez itt nem mással, mint egy idézettel indul rögtön a kérdés után, hogy mi az, amit akarunk. Tehát mi az, amit akarsz? Ez a kérdés. Mi az, amit akarsz? Erre kell majd megtalálni a választ a kis fejezet végére. Itt rögtön itt van egy ilyen idézet, hogy az 1001 éjszaka meséiből mondja a szellem, hogy ura vagyok földnek, levegőnek és a vizek hullámának, de szolgálja a lámpának és neked, gazdám. Mondd hát, gazdám, mit kívánsz? Ezt mondja a szellem. Nagy lelkesedéssel természetesen, és akkor itt rögtön a kis könyvecske elkezdi elmagyarázni ezt neked, hogy ezt így át tud élni, hogy itt van ez a kis sztori, amit mindig mondogatok, hogy sétálsz az útporában, belebotlasz egy csodalámpába, felveszed, koszos, megtisztogatod kicsit, megdörzsölöd, előbb bukkan egy ilyen szellem, és akkor beszól neked, hogy én vagyok a lámpa szelleme, mondd hát gazdám, mit kívánsz? És hát itt jön a kérdés, hogy nos, hát mi az, amit kérnél a szellemtől? Ezt így nekem is feltette a kérdést a könyv, hát én meg akkor nektek, természetesen a könyv által. És hát itt felhívja ez a kis remek dokumentum a figyelmet arra, hogy ez a kézikönyv, amit itt fogok a kezemben, ez tulajdonképpen egy ilyen használati utasítás, hogy hogyan kell jót kívánni, úgyhogy egyáltalán mi alapján kell kívánni. És akkor itt a továbbiakban olyan dolgokról lesz szó majd, ha elolvassátok, akkor biztos ti is tapasztaljátok, hogyha egy ember az életében, vagy az életével nem elégedett, mert szebb életről, jobb életről álmodozott, és ennek ellenére nem úgy alakult valami, ahogy azt eltervezte, hát az azért lehet, mert tulajdonképpen valószínűleg nem is tudja, hogy igazából mit akart, és fogalma sem volt, hogy milyen célokat kellett hozzá teljesíteni. Teljesen ilyen körpályára állt, ami egy ilyen iga, vagy hát egy ilyen malomnak szoktam mondani, hogy visszakerülni a malomba, hogy így reggel felkelek, munka, hazamegyek, lefekszem, reggel felkelek, és akkor ez így megy sorban, ismételve ez a helyzet, és hát az ilyen emberek, azok valószínűleg nem tudják azt, hogy mire is vágynak. Pedig minden ember tudhatná, minden embernek ott van az agya, erre is felhívja külön a figyelmet ez a kis könyvecske, hogy ott az agyad, valahol, keresd meg, mert azzal lehet kitalálni azt, hogy hogyan kell célokat vadászni, álmokat kitalálni, vagy szövegetni. Tehát mindenkiben ott rejlik ez az erő, hogy merítsen az álmaiból, csak szépen meg kell tudni határozni, hogy ez hogy működik. És akkor mi a helyzet? Lássuk, itt még egy kicsit gyorsan áttekintem, hogy mi az, amit nem érdemes kihagyni a későbbiekre. Hát tulajdonképpen arról lesz itt most szó, hogy tekintsünk úgy az elménkre, az agyunkra, hogy az akár egy, ezt tulajdonképpen vehetjük szellemnek is, ott van bennük a lehetőség, hogy megteremtsük azt, amit szeretnénk, hogy elérjük a céljainkat, csak előbb tudnunk kéne, hogy mik a céljaink. Tehát először ki kell találni egy remek célt, és hirtelen, amikor így megvan a cél, akkor így helyére kerül minden, tudod, hogy mit kell tenned, és a benned lévő képesség, hogy megvalósítsd a céljaidat, ez megteszi a magáét. Tehát igazából mindenkinek van egy ilyen képessége, hogy valóra váltsa az álmait. Itt ez a korábbiakban itt egy kicsit itt részletesebben van tárgyalva, hogy igazából nincs semmi, semmilyen, semmitől nem függ az, hogy valaki mennyire válhat sikeressé. Ha valamit tényleg megtalálja valaki, akárki azt, hogy mi az álma, mi az a legnagyobb cél, amit el szeretné érni az életében, akkor szép lassan neki a helyére kerül tulajdonképpen automatikusan az, hogy mi az, ami abba az irányba viszi őt. Mondjuk tegyük fel, hogy van egy nagy sportoló, akinek az az álma, hogy olimpiai bajnok legyen, és tudja azt, hogy ez akkor fog megvalósulni, hogyha ő szépen helyére kerül neki az, hogy neki minden reggel fel kell kelni, és ki kell mennie edzeni, mint a futópályára, vagy akármi. És akkor tudja, hogy ha ez az álma, akkor ezt meg kell tenni, és megteszi. Tehát tulajdonképpen erről van szó, hogy minden embernek meg kellene találnia
a célt, és akkor tulajdonképpen automatikusan rájön arra, hogy azt hogyan kell megvalósítani, és ezt meg is kell tenni. Tehát ugye ennek a fejezetnek, amiről most van szó, az első, hogy tapadj a célra, ez az első lépés, az első axióma, és ennek az első kérdése, ami megválaszolja neked itt az ezt a, tehát az első kérdés, amit erre fel kell tenni, hogy mi az, amit akarsz. És akkor hát itt a helyzet, hogy vannak ilyen technikák, van egy technika itt konkrétan, ami erre nagyon, nagyon alkalmasnak bizonyult, és nekem is tetszett. Ez tulajdonképpen ez, hogy ötletvadászat, ez az angol brainstorming, hát ez egy hihetetlenül biztosan ismert fogalom, brainstormingolni kell, tulajdonképpen ötlethajsza. Magyarosabban fogalmazva, nagyon, nagyon praktikus ötlethajsza. Ez jó. Na hát hogyan kell ezt csinálni? Itt vannak az egyszerű steppek hozzá, és ezeket most szépen végveszem. Nem tudom, hogy ezeket érdemes-e felolvasni. Itt van egy-két kicsit hosszabb darabka, és elég sok is. Ja, tulajdonképpen ez a feladat itt mindegy ilyen... Hát lehet, hogy csak elmondom, hogy itt mi van. Tehát első lépésként... az első lépés az így szól, ezt még elolvasom. Hát egy üres lap tetejére írt fel az ötlethajsza témáját. Hát igen, itt ez jó, jó kis szöveg, ez még lehet, hogy belefér, hogy az emberi agy a föld legjobb számítógépe, de nem kell programozónak lenni ahhoz, hogy valaki kezelni tudja. Csak kérdezni kell tudni tőle. Hát ez tulajdonképpen az első kis cikkely. A második cikkely, hogy erre a lapra ír le mindent, ami éppen beugrik. Tehát mit tudom én, kitalálod a témát? Hát, ja, itt lehet, hogy ezt leírja. Tehát az a lényeg, hogy kitűzöd magadnak, hogy most miről fogsz brainstormingolni. Tulajdonképpen, hogy tényleg nem ír itt példát most komolyan? Most nekem kell ezt kitalálnom. Talán csak van itt valahol válasz. Ja, itt vannak. Ja, hát ilyen példákat ír, hogy mit várok a munkámtól? Ez lehet egy brainstormingnak az alapkérdése. Vagy mit várok a családi életemtől? Ez egy másik kérdés. Vagy itt van még egy. Mit várok a kapcsolataimtól? Más ilyen. Ilyen hát ja, mit várok a hobbiaimtól? Mit várok a... Hát ezek remek kérdések, amelyek tulajdonképpen egy bármilyen vlognak a témája lehetne. Ezért is jó szóba hozni. Tehát az a lényeg, hogy a brainstormingolás első lépése az ötlethajsza, ezt meg kell ismerni, mint alapfogalmat. Aztán elő kell venni a lapot, fel kell írni a tetejére a címet, hogy miről akarok brainstormingolni. Itt voltak az előbb a példák, és akkor itt van a szabály, hogy második, ír le mindent, ami éppen beugrik. Igen. Amint beugrik valami, ezt azonnal le kell írni. Természetesen ezek ilyen fontos, fontos tettek, amiket meg kell tenni. Szépen ezt megcsináltam, majd hogyha itt végigértünk ezeken a lépéseken, akkor lehet, hogy felolvasom az eredményt. Meg a megoldásokat, amiket én toltam. Igen, minden egyes gondolatot papírra kell vetni. Fontos, hogy még akár a legidiótábbat is, tehát jó, hát maximum... Ja, tehát a legidiótábbakat is. A leginkább zavarba ejtőeket is, azokat is, amelyek látszólag teljesen értelmetlenek. Ezt felolvastam. Írd le mindent függetlenül attól, hogy hasznosnak tűnnek-e, vagy sem. Hogy egyetértesz-e velük, vagy sem. Az ötlethajsz a legfontosabb szabálya, hogy figyelj magadra. Elvégre, ha te nem figyelsz, akkor mégis ki fog? Tehát ez a lényege a kettes stepnek. Lássuk a hármas steppet, az is jó lehet. Hálásan kell elfogadni mindent, ami csak az eszembe jut. Függetlenül attól, hogy milyen hülyének, lehetetlennek, abszurdnak vagy szégyen teljesnek tűnnek a gondolataim. Ezt most olvasom egyébként. Emlékeztesd magad mindig arra, milyen szerencsésnek mondhatod magad, hogy ilyen sok ötleted van. Tehát igen, brainstormingolni kell. Tök mindegy, hogy ez jó vagy rossz. Persze nyilván érdemes szerintem arra törekedni, hogy azért maradjunk a tárgynál, tehát hogy azt kívánjam, hogy én legyek Superman. Tehát érdemes azért a tárgynál maradni, de a hülyeségek is jöhetnek, tehát ez a brainstorming, nem kell előítélettel lenni a gondolatainkkal kapcsolatban, minden gondolat király, maximum még arra is büszkének lehet lenni, hogy mekkora vicces dolgokat tudunk kitalálni. Ez bármire fel lehet használni, majd később. Tehát olvasom, akkor lehet, hogy ez tovább, mert ez tényleg érdemes ezt felolvasni, ez
Rövidke kis könyv, tehát egy oldal az nem tudom, egy ilyen tenyérnyi. Gondolj minden ötletre ajándékként. Az ember nem örül minden ajándéknak, mégis mindent elfogadja, kicsomagolja és szépen megköszöni. Hát természetesen ezt csináltuk egész karácsonykor, most friss az emlék. Persze, na mindegy, én azért tényleg örültem az ajándékaimnak, mert na mindegy. A gondolat az, ami számít. Ha hálával fogadod a gondolataidat, akkor a tudatalattid, mint minden más ajándékozó, sokkal szívesebben ad majd továbbiakat. Hát természetesen, hogyha valakinek adok ajándékot, és ő és a szarja, meg eldobja, akkor szomorú leszek, és lehet, hogy később már nem lesz olyan jó kedvem, amikor ajándékot kéne adni neki, és akkor elfelejtem. Na mindegy. Tehát itt van még egy. Meg ne álljon a tollad. Hát természetesen lehet, hogy ezt az előbb már mondtam, de minden, amit az eszedbe jut, tehát a brainstorming folyamat alatt minden, ami az eszedbe jut, az lényeges. Ezeket le kell írni. Akkor is a hülyeség, ha értelmetlenek tűnik, stb. Bármit leírsz, ez tulajdonképpen erre hallottam már egy nagyon remek fogalmat, amit én szívesen szoktam használni. Én lehet, hogy hát persze ellopom, hát miért is ne lopnám el, hát ezt terjeszteni kell, mert ez jó ige. Van egy ilyen fogalom, hogy a radikális őszintesség, amikor teljesen őszintén, cenzúra nélkül, tisztán, ahogy az elemi, tehát ahogy az benned ténylegesen jelen van, leírod az érzelmeidet és a gondolataidat, függetlenül attól, hogy erről tulajdonképpen ki mit gondol. Ez a radikális őszinteség alapja, itt ezt alkalmazni lehet, kell is, szerintem érdemes, és akkor szépen mindenféle előítélet nélkül kiírod magadból ezeket a gondolatokat. Tehát ezt nem kell megmutatni senkinek, ezeket az ötleteket vagy álmokat, amiket leírsz magadnak, nyugodtan elteheted, senkinek nem kell látni, magadnak, tehát magadnak bevallhatod, nem te haverod vagy magadnak. Vagy hát igazából akkor jó, hogyha haverok vagytok magaddal, mert hogyha jóban vagy magaddal, akkor királya, tehát akkor jó fej vagy, meg akkor laza vagy, meg akkor van belső kisugárzás az embernek, mert akkor megbékéltem magát. Na mindegy, tehát ja, ez a helyzet. És akkor hát igen, tehát mindent le kell írni, ez volt a negyedik tétel. Mindent leírsz, ami az eszedbe jut egy ilyen brainstormingolás alkalmával, és akkor jó lesz. Ja, és halaszd a kritikát későbbre, természetesen ez, nem tudom, egy kicsit így összemasszatoltam ezeket, de hát itt azért szépen elkülönülve is le van írva. Tehát az ötödik ilyen step, az ötletvadászatnál, hogy hogyan lehet álmokat vadászni, tehát az első lépésnek, amit akarok, mi az, amit akarsz kérdésre a válaszokat megtalálni. Csodalámpa, kézikönyv első fejezete. Tehát ezt is, hát ez kicsit hosszabb, úgyhogy lehet, hogy ezt nem olvasom fel. Tartalma röviden. Írj és ne ítélj. Ítélkezni ráérsz később is, ennyi. Csak folyjon ki minden. Minden. Ott összegyűlik egy nagy tócsába minden a papírodon. Mindent leírtál, amit tudtál, és majd később átgondolod, hogy mi a szituáció, és akkor jó lesz. Nem kell foglalkozni itt a dolgokkal. Na és akkor hát itt van a kérdés, és akkor most tulajdonképpen a könyv a továbbiakban már csak felhívja a figyelmet, hogy ezt meg kéne valósítani, és még ad egy tippet. A kérdés az itt így szól, ez egy nagyon jó kérdés, én erre fogok most majd válaszokat mondani, már elő is készítem magamnak. Mit szeretnék igazán kérni az élettől, ha tökéletesen, halálosan biztos lennék benne, hogy meg is kapom? Tehát ez egy konkrét kérdés, tehát azért fogalmazta meg ilyen komolyan ezt a kérdést, ez a könyvecske szerintem, hogy azért itt maradjunk tényleg a realitás talaján, tehát most ne kívánjam azt, hogy nőjön egy szem a hátam közepére, mert akkor agyfaszt kapnék valószínűleg. Hova írtam le a... Ja, itt van, Csodalámpa lecke könyv. Ha, hát ez lett a neve a dokumentumnak, ahol ezt összegeztem. Jól van, hát ezt elolvasom. Hát, igen, itt vannak a válaszaim, mert szépen válaszoltam. Egyébként a Csodalámpa ezen szakasza, hát majd ezt később akkor ezt majd a reklám után, vagy hát még elmondom ezt a könyvet, és akkor a legvégén fogom közölni a válaszaimat erre a kérdésre. Talán, de biztosan szerintem. Itt van még egy érdekes tipp, hogy mi a helyzet. Ja, itt ez jó tipp, ezt majd elmondom.
A fontossági sorrend kerül szóba, ez szerintem is egy elég érdekes pont, tehát mielőtt megismerkedtem volna ezzel a könyvvel, nekem a fontossági sorrend az már mindig is régóta egy elég nagy kérdéskör volt. Tehát ott rengeteg tilitoli volt, tehát ilyen tologatás, meg beállítgatás, ott nagyon nehéz finom hangolni a dolgokat, fontossági sorrend, de hát itt van majd egy tanács, hogy ezt hogy lehet jól megcsinálni. Egy nagyon remek egyébként, kicsit a statisztikára emlékeztető módszere van ennek. Tehát miután megcsináltad a házi feladatot, amit majd a végén a sajátomat megmutatom, akkor itt ezt írja, ezt lehet, hogy felolvasom, mert ez rövidke és nagyon, nagyon tartalmas, magvas gondolat a fontossági sorrend, de szeretném a könyv szerint elmondani, és nem a saját marhaságaimmal torzítva. Olvasom. Épp most készítetted el életed első halálosan őszinte kívánságlistáját. Kívánós karriered ezen szakaszában célszerű egyszerre... Tehát igen, célszerű egyszerre csak egy kívánságon dolgozni. Dolgoznod. Úgy, hogy el kell döntened, hogy a listádon szereplők közül melyik tétel legyen az első. Itt van rá a módszer. Nézd meg az első két tételt. Melyik fontosabb neked? A fejedben ezt jegyezd fel. Vagy én akár leírtam mondjuk, de mindegy. Mint az aktuális kiválasztottadat. Tehát kettő közül kiválasztom, melyik a jobb, aztán azt feljegyzem. Most ugorj a listádon a következő tételre, és hasonlítsd össze az aktuális kiválasztottal. Melyik a fontosabb? Amelyiket most előnyben részesíted, az lesz, vagy marad az aktuális kiválasztott. Most ugorj a negyedik tételre, és hasonlítsd össze az aktuális kiválasztottad. Tehát természetesen így végig kell lépkedni. Amelyik a fontosabb, az lesz az új aktuális kiválasztott. Tehát ja, pont ez volt, azt csak elfelejtettem. Tehát ez kb. Olyan, mint a cluster elemzés kb. Na mindegy. Folyamatosan hasonlítsd össze a soron következő tételeket az aktuális kiválasztottal, amíg a lista végére nem érsz. Ekkora az aktuális kiválasztottad, már összevetetted minden másikkal, és mindegyiknél fontosabbnak minősítetted. Ezért ez lesz az egyes számú kiválasztottad, tehát írj mellé egy egyest. Hát ezt meg kell, miután leírtad a sok brainstormingolást, csak elérsz ilyen számokat, ennyiből áll ez az egész kísérlet, tulajdonképpen ez a lecke része. Az ilyen mélységekig menő dolgokat majd nem fogom a sajátomban elemezni, csak az ötleteket. Tehát ezzel az első kívánság, tehát ez lesz az első kívánság, amit meg akarsz valósítani, a kívánság, amelyen a könyv a végezetéig dolgozni fogsz. Tehát ez a helyzet, kiválasztottuk tulajdonképpen ezt a célt, ezzel a módszerrel, ezzel a klaszterelemzésre emlékeztető módszerrel kiválasztod a legfontosabb ilyen brainstormingolás termékeit képviselő ötletet, azt kiválasztod, mint legfontosabb ezzel a módszerrel, mellé írod az egyest, és a továbbiakban most ez lesz a legfontosabb, ezzel foglalkozol a leginkább. Ez lesz az álom tulajdonképpen, ezekhez fogsz majd tulajdonképpen a munkád során, valószínűleg a könyv a segítségével, még nem olvastam el az egész könyvet, egyiket egyáltalán nem, csak az első, tehát eddig. Tehát ez a helyzet, hogy kitűzöd ezeket a kis célokat, vagy hát a könyv a későbbiekben feltételezem arról fog beszélni, hogy ehhez az álomhoz, amit most az előbb kijelöltünk, vagy kijelöltem, vagy kijelölhetnél, ezekhez hogyan kell szépen a kis okokat, kis cél kitűzéseket megvalósítani, kis célokat kirakni erre az ösvényre, ami ahhoz az álomhoz vezet. Ez az első kívánság. És akkor ezt tulajdonképpen meg lehet csinálni az összes többi elemmel, tehát ezt kijelölted az elsőnek, akkor fogod a másodikat, és akkor ugyanúgy összehasonlítgatod az összessel. Ez egy klaszter elemzés, tényleg. És akkor itt szépen ki tudod így alakítani, és így rohadt hosszú munkával, ez már lehet, hogy egy kicsit hosszú így, de tényleg így szépen sorba tudod rakni őket, és akkor mindig az első ilyen fontos dolog van itt, amiért tenni kell, tudod, miért kell tenni. Tehát tudod, mi az a cél, amiért tenni kell. És akkor így könnyebb átlátni a dolgokat, mintha egy ilyen nagy zűrzavar van. Mert hogy előfordulhat az, hogy zűrzavaros választások vannak, hát erről szól a következő ilyen kis bekezdés tulajdonképpen. Mi van akkor, hogyha nem tudsz választani A és B között? Szerintem ezt is felolvasom, mert ezt ilyen szűretlenül
érdemes hallani nyers formában. Először induljunk ki abból, hogy mindkettőt nem szerezheted meg, vagy az egyik, vagy a másik. Akkor képzeld el, milyen lenne az életed az egyik, illetve a másik nélkül. Ha egy kis hang valahol a fejedben azt súgja, hogy mondjuk B nélkül könnyebb élni, mint A nélkül, akkor hallgass rá. Ez esetben már döntöttél is. Ha tényleg teljesen képtelen vagy választani, dobd fel egy érmét. És ennyi. Nem vicc, valóban, ha nem tudsz dönteni, nem tudsz választani, akkor úgy is teljesen mindegy, nem? Így legalább megkönnyíted magadnak a dolgot, és a pénzérme majd intézi. Ha végül a pénzfeldobással döntesz, ne lepődj meg, ha az a bizonyos belső hang azt mondja, hogy rosszul döntöttél. Ez tényleg előfordulhat, így volt már ilyen, hogy nem tudtam dönteni pénzfeldobás, és amikor megtörtént a pénzfeldobás, akkor szarul éreztem magam, és akkor mégis a másikat akartam, és ez így jó volt. Tehát ez a helyzet, hogy végül, ha a pénzfeldobás, tehát igen, ne lepődj meg, ha néha rosszul döntöttél, ezt érzed, talán mégsem volt annyira mindegy, mint gondoltad, de semmi gáz, semmi baj, még mindig nem késő meggondolni magad. Ne feledd ezen a ponton, még úgyis csak a fontossági sorrendet állítod fel. Még nem zársz ki semmilyen lehetőséget végleg. Csak azt határozod meg, hogy mind fogsz dolgozni elsőként, másodikként, illetve harmadikként. Tehát tényleg ez a helyzet, tehát hogyha tényleg nagyon, tehát ha valaki tényleg, remélem, hogy ez sokakkal így van, ha valaki tényleg nagyon komolyan veszi ezeket a dolgokat, amik itt elhangzanak, és tényleg egy olyan helyzet áll elő, hogy két döntés között tényleg nem tud különbséget tenni, akkor ez a módszer teljesen kiváló, és tényleg remek, hogy a pénz eldöntötte, szarul érzed magad, akkor mégis a másikat választod, és így módon eldöntesz két kérdést, és ugye módosíthatod, mert ez még mindig csak tervezési fázis. Tehát ez még mindig csak azon a kis bizonyos A4-es papíron van a cím alatt, ilyen kis bekezdések és előtte számok. Így néz ki ez a történet eddig. Nem kell itt pampogni, ez nagyon fontos dolog, de módosítható. Itt előkerül a kérdés, hogy mindenek előtt el kell dönteni azt, hogy megéri-e az árát az a kívánság. Tehát, hogy ezzel ér véget egyébként ez a bekezdés, vagy ez a cím, az első cím, amiről a mai alkalom szólt. Tehát, hogy ami rávezet a következőre, hogy megéri-e azt, amit munkát majd bele kell fektetni. Tehát el kell gondolni azt is, hogy az álmok, amiket kitűztünk, így sorrendbe állítottunk, az azokhoz kialakított célok, ugye energiabefektetéssel járnak majd, megéri-e az árát, megéri-e végigjárni azt az utat álomért. Nem kívántunk-e. Tehát még egy kicsit így lehet módosítani, nem kívántunk-e túl nagyot. Tehát finom hangolni lehet még ezeket a dolgokat. Na és akkor most így ez volt a fejezet, és akkor itt volt még ez a házi feladat, amit nem szeretnék talán elfelejteni, ezért bemondom megoldásaimat. Ezek ilyen saját szubjektív dolgok. A kérdés így hangzik, és több választ kellett felírnom, felírtam nem tudom párat. Most ezt így beolvasom elsőre, most nem emlékszem hirtelen, hogy mi volt az, ezért írtam le. Most hirtelen beolvasom, mert remélem nem írtam nagy fasságot. Már elnézést. A kérdés így hangzott: mit szeretnék igazán kérni az élettől, ha tökéletesen, halálosan biztos lennék benne, hogy meg is kapom ezt? A könyvben nincs ott, hogy ezt, de mindegy. Itt a válaszom. Ha tényleg tuti biztos lennék benne, hogy megkapom, akkor doktori fokozatot szeretnék kérni egy természettudományból, a vele járó remek ismereteket és tudást is kérném mellé. Ez volt az első számom, amit így hirtelen eszembe jutott, és ezt így nagyon szeretném elérni. Kérnék legalább egy saját területet, egy otthont, tulajdonképpen egy lakásra gondoltam ebben, aminek az arculata, a berendezése olyan lenne, amilyennek én megálmodom. Tehát tulajdonképpen akarok egy saját lakást, olyan, vagy egy saját otthont, egy olyan helyet, ahol az én házi rendem, az én szabályaim, az én törvényeim vannak érvényben. Nem kell végre senkihez, vagy szülőkhöz, vagy más lakótársakhoz, vagy ilyesmihez alkalmazkodni. Tehát egy saját safety place-t képzelek el. Ezzel kapcsolatban, itt van, jött a harmadik, tartozom hozzá legalább egy kényelmes autó. Hát ezt jó, itt már azért volt, hogy szabadon tudjak mozogni. Igen, ez fontos lehet. Hát jelenleg egy Trabanton van, de igazából már ez is kitűnően alkalmas mindenre. Ez a helyzet. Akkor
Kérnék egy lakókocsit is, ha anyagilag olyan jó létben élnék, hogy szabadon tudjak utazgatni. Tehát igen, ez már egy ilyen komolyabb álom, ezen már itt el kell gondolkozni, hogy itt megéri az árat. Tehát itt már arra gondoltam, hogy nagyon gazdag leszek, és szeretnék egy lakókocsit, amivel tudok közlekedni, meg élni benne. Ez tényleg egy ilyen durva álom, amit így álmodozok, mert poén. De hát ez tipikusan az a dolog, ahol itt el kell gondolkodni azon, hogy amit ott mondtam a végén, hogy megéri-e, vagy megéri a munkát, érted-e? Meg hogy tényleg akarom-e? Meg hogy mennyire fontos, sorba kell állítani. Itt van a... Ó, hát igen, itt már nagyon nagy hülyeségeket mondtam. Na jó, ezeket nem hagyom ki, ezek nagyon, nagyon, nagyon privát ötletek is vannak itt azért. Nem tudom volna, hogy ilyen személyeseket írok, vagy hogy most ilyen személyesnek fogom érezni. Ezeket átugrom. Hát ezt is skippelem, mert ez túl nyálas. Ez is túl nyálas. Hát igen, azért itt eléggé. Tehát én komolyan vettem ezt a leckét, de az első néhány az még úgy tűnik bevállalható volt. Itt azért akadnak már szaftosabb kérdések is. Ja, természetesen itt az utolsó dologként eszembe jutott, hogy minden célhoz, amit itt felsoroltam, ehhez egy megfelelően jól fizető állást legyen. Hát természetesen a pénz az itt is előkerül, mert ez egy alapmozgatórugója ezeknek az álmoknak, meg sajnos mindennek. Mert a benzin az nincs ingyér, és még nem találtam fel a sötét anyaggal működő autót. Teljesen mindegy. Na hát ez volt tulajdonképpen a csodalámpának az első címszava. A csodalámpa könyvnek az első tartalomjegyzékében első helyen szereplő ilyen kis címszava, meg a házi feladat, meg a megoldása, és hát akkor ez lett volna az első ilyen alkalom. Na hát ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!